Szorványként már van nagyon-nagyon szenzációs leletünk, az pedig lenne egy tatáreres korára datálható kengyel. A bilapátfalvi ciszterci apátságnál folyó munkálatok eddigi eredményét újságolta Rákóczi Gergely, a Dobó István Vármúzeum ásatás vezetője, aki munkatársaival a jövőbeli látogatóközpont épülete alatti területet tárja fel most annak érdekében, nehogy valamilyen szenzációs leletre építkezzenek, amit a földre. A kolostornál folyó munkálatok most újabb engedélyezési szakaszba kerültek, de az állványozás és a munkaterület átvétele már megtörtént. A térség országgyűlési képviselője is örömmel szemlézte a megújuló épület környezetét. A mögöttem látható épület azért egy emblematikus épület, egy kincs, hiszen itt a páratlan szépségű természeti környezetben a Bélkül egy lábánál a három kuti forrás mellett található az a ciszter apátság, amelyhez fogható nemigen van Európában, vagy csak nagyon kevesen, hiszen egy ciszter apátság ilyen eredeti középkori formájában nem maradt fent máshol, vagy csak nagyon kevés helyen. 2015-ben vált nyilvánvalóvá ugyanakkor, hogy statikailag nagyon rossz állapotba került az apátság, és félő volt, hogy akár omlásveszély is fennállhat. Ezt követően kezdődött el az egyház és a kormányzat közös munkája, mely nyomán tavaly elindulhatott a felújítás. Ehhez az állam 2 milliárd forint támogatást adott az Egri Főegyház megyének. A padsorokat és egyéb berendezéseket is kihordták már a templomból, most üresen várja a megerősítő renoválást. A kivitelezést egy budapesti cég végzi, akiknek munkatársai folyamatosan a helyszínen szemlézik a munkát. Magába foglalja a munka a statikai megerősítését a templomnak, kő- és festőrestaurátori munkák, farestaurátori munkák lesznek. Ugye itt körben is parkosítás, parkolóépítés, kertépítészet, illetve épül egy új múzeum és egy látogatóközpont is. Az ikonikus zarándokhely tehát 2024-ben készülhet el, addig viszont csak így filmeken, képeken láthatjuk, hogy hol tartanak épp a munkálatok. A turisták számára továbbra sem lesz látogatható, noha a kivitelező szerint sok sóvárgó tekintet vetül az apátságra, a mellette húzódó turista útvonalról.